menjünk sorba, 400 gyorsat, mennyire voltál elégedett az idővel, illetve magával az úszással? Igazából különösebb cél nélkül érkeztem ide, ugye egy hosszú betegség után, ami majdnem 3 hónap kihagyással járt, próbálok visszakapaszkodni és visszatalálni a régi formámhoz, ami nem lesz egyszerű, de úgy érzem, jó úton haladok, és tényleg 4 hét munkából ezt elérni, hogy itt lehettem 2 világkupa döntőn is, ez felemelő érzés. Ma 5-ször versenyeztem, mindenféle gond nélkül, úgyhogy kijelentettem, hogy ez a betegség már a múlté, és cél az, hogy minél hamarabb visszaszerezzem a formámat, és remélhetőleg a decemberi világbajnokságon már a legjobb formámat tudjam hozni. Te úsztad a magyarok közül a legjobb időt, mennyire vagy elégedett ezzel az úsztással, jövő magával az időeredménnyel? Elégedett vagyok nagyon, ez a felkészülési időszakban vagyunk, tehát itt nem csak én, tehát még az egyik magyar se készült igazából, tehát most ebből azt lehet leszűrni, hogy ilyen úgymond rossz állapotban most én vagyok a legjobb magyaroknál, tehát ez nagyon jól esik. Úgyhogy hát egy másodperccel sem maradtam el a legjobbamtól, tehát kíváncsi vagyok, hogy most formában milyen. Mennyit tudtál pihenni itt a két szem között? Nem volt azért olyan sok idő, hogy futottál is a 400 gyors után az öltözőben? Igen, hát egy nagyjából 10-15 percen volt a két szem között, de ez kell ahhoz, hogy majd a világversenyeken, amikor napi egyszer kell, majd max. 2-szer odaállni, akkor ezt bírjam. Ugye reggel is 3-szor, ma délután 2-szer úsztam, úgyhogy tényleg elégedett vagyok. Hát sokat kell még dolgozni, az biztos, de sokan segítettek ebben a nehéz időszakban, és ezért mindig hálás leszek neki. Na, negyedik helyezés, mennyire vagy ezzel elégedett, illetve magával az időeredménnyel? A helyezésre azt tudom mondani, hogy elégedett vagyok, az időeredmény pedig most 200-as időnek nem semmi extra, viszont ahhoz képest, hogy mennyit készültünk rá, de gyakorlatilag szinte semmit. Ahhoz képest ez, azt tudom mondani, ez egy jó idő. Hát igazából elégedett vagyok, mert még nem úsztam ebbe a szezonban ennyi időt. 54 alatt akartam úszni, 54-0-0 lett, hát a legközelebb ezt az 1 százat azért be kéne hozni, de ugye elégedett vagyok. Én is nagyon elégedett vagyok az idővel. Nekem is talán egy célom volt az, hogy 53-99 legyen. Hát ez most nekem 2 századon nem sikerül, de boldog vagyok. Nemrég kezdtük el, tehát ez a szinte alig egy hónapja edzünk, és hát ez nagyon kevés, és nem is készültünk erre a versenyre, tehát nem könnyítettünk, még kedd reggel is edzettünk, tehát 2 edzésünk volt, talán tegnap úsztunk csak egyet, ugye délután az nem volt sok. Most igazából ez egész hangulat itt, ez most kihozta belőlem akkor is azt is, ami nem volt bennem, azt a pluszt. Tehát sokat számít, hogy most itt úszhattam. Rutinos világkupára járok vagytok, és hát itt elképesztő a hangulat. Van még egy ilyen helyszín, ahol ennyire szurkolnak, ilyen sokan kijönnek egy világkupa versenyre? Hát előző hétvégén volt Eindhovenben nagyon jó hangulat, de az sem volt ilyen jó. Szóval ezért ez teljesen különleges. Nagyon örültem neki, mikor megtudtam, hogy itt lesz egy állomás, mert a VB-ből kiindulva erre számítottam, ami most itt van. Tehát ez őrületes. Én ezt nagyon szeretem, ez tavaly a világbajnokságon is eszméletlen érzés volt. Most is fantasztikus, pedig most gyakorlatilag 1/3 a közönség. De én nagyon élveztem, igen. Délelőtt észrevettem magamon, hogy már akkor is majdnem tele volt a lelátó. Már előfutamok be, és már az is adott egy kis inspiráció. És hát most ez egy délután, főleg, hogy most igazából itt van édesanyám, meg a bátyám is. De ezt nekik is úsztam, tehát nagyon sok úsztattam. Ugye a tavalyi EPSZKF-es változás, hogy most vőlegény lettél, nyáron megkérted Mutina Ági kezét, különleges volt a leánykérés, egy picit mesélj erről, hogy történt, meglepődötte az ara. Igen, hát igazából ugye a mi kapcsolatunk úgymond érdekes, hogy azért már több mint 10 éve ismerjük egymást, de picivel több mint 1 éve ilyen komolyabb a dolog. Igazából nem sejtette, és nagyon meglepődött, és először nem is tudott válaszolni, és már mondtam, hogy na, valami. És akkor mondta, hogy igen, persze. 2 barátom tudta összisz, akik ott voltak a hajókázásnál, a 2 legjobb barátom, hogy az egyik hozta a gyűrűt, úgyhogy muszáj volt őket beavatnom. De én úgy gondolom, hogy ez egy jó meglepetés volt neki, és ő nagyon örülök, hogy igen mondott. Életem egyik legboldogabb napja, az biztos.